Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Szegényen nem lehetsz szabad. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyv első második részét, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve augusztus 29-én lesz az Ingatlan Birodalom építése 0-tól 5 ingatlanig, tehát akkor is érdemes eljönni, ha még nincs ingatlanod, de ebben gondolkozol, című egésznapos előadásom Győrben, ez személyes lesz, várlak szeretettel. Ami a lényeg az egész mondani valónak, és pillanat mindjárt kicsit rá akarok pontosítani, ezt azért gondolom fontosnak, mert sok ember eljátsza úgymond az életművészt, ezektől szerintem óvakodj, mert előbb-utóbb szerintem nagyon, hát az életük vége felé ezek az életművészek általában sok esetben szegényen és nyomorultan halnak meg, tehát erre ne törekedjél, és hiába hangoztatják, hát ha kell egy kis pénz, elmegyek dolgozni, ha most van pénzem, most akkor inkább fekszek a napon, tehát ez nem jó. Tehát ez nem jó hozzáállás szerintem. És érdekes, mert nagyon fontos az embernek, hogy értelmes dolggal töltse az idejét. Én régen rengeteg olyan embernek is adtam munkát, akik hát tulajdonképpen hajléktalanok voltak, hajléktalan szállon, stb. És ha hiszed, hanem nagyon érdekes volt megélni, hogy amennyiben értelmes tevékenységet csinálhatott, az örömmel csinálta. És ilyenkor van az, hogy nem is biztos, hogy a pénz az első, nyilván abból érünk, én is tudom. De egy picit ott háttérbe tudott még ennél a rétegnél is szorulni, azért, mert értelmes elfoglaltsága volt, és úgy érezte végre, hogy valakinek szüksége van az ő tudására, ténykedésére, teljesen mindegy. Úgyhogy én azt mondom neked, hogy ne higgy ezeknek az életművészeknek, ne hidd el ezeknek a guruknak, hogy szegényen is lehet szabad, hidd el, hogy pont szabad nem lehetsz, mert nagyon-nagyon ki vagy szolgáltatva, és ezt ne felejtsük el. Lehet, hogy ő szabadnak érzi magát, mert most elmegyek, és akkor fekszek a Balatonparton a hajléktalan cuccomba, de igazából nincs meg az a szabadság, azt nekem elhiheted, szegényen nincs meg az a szabadság, amit... Tehát sajnos olyan világot élünk, magyarán szól, hogy mindenhez pénz kell. Ez nem titok. Ugye voltak a tévében is ilyen műsorok, hogy pénz nélkül lementek a Balaton, és akkor mit lehet ott csinálni, stb. És a végén azért rájöttek, hogy igaz, hogy ott voltak a Balatonparton, de az, hogy egyáltalán tudjanak fürödni akár este, egész nap pénzt kellett keresniük, tehát úgy lent voltak a Balatonparton ezek a emberkék, hogy igazából hát nem is igen látták a Balaton, csak este belerohantak esetleg a vízben. Igen, szegények voltak, de mégis eléggé korlátos volt nekik is a dolog, mert nem volt meg az a szabadság, amit az ember gondol, hogy nincs pénzem, de én eljutottam a világ bármely részére. Nem, tehát azért valamilyen szinten az embernek hát kell, hogy időt szállj arra, hogy te pénzt keresel. Az a másik kérdés, hogy te erre mennyi időt szánsz rá? Rászánsz 14-12 órát, vagy igazából megtanulod teremteni a pénzt, ugye erről volt előadásom is, és akkor hát ez sokkal kevesebb idő maradjon kenyébe. Ott nyilván az ötlet, ami számít, utána természetesen tehát az ötletet végig kell vinni, de az a hatalmas pénzeket lehet keresni, teremteni, ahogy a meggyőződés, tehát amiről meg vagy győződve, az a lényege, tehát tőlem keresheted is. De a lényeg ez, de az biztos, hogy szegényen, akárhol vagy, akármilyen szép a táj körülötted, nem lehet szabad, és szerintem inkább törekedj arra, hogy itt van az Ingatlan Birodalom építése című tanfolyamon, gyere el, még akkor is érdemes eljönned, ha nincs ingatlanod, mert tényleg egy konkrét térképpel, egy konkrét üzleti tervvel fogsz távozni, hogy hogyan tudsz ingatlant vásárolni. Az is tény, és én a könyveimben sem hirdetek hülyeségeket, tehát én 3-5 évet írok, 3-5 év alatt kényelmesen meg lehet csinálni, hát nem egy-két hónap alatt leszel ingatlan millió most, de úgy gondolom, hogy ha az időd egy részét rászánod, és hajlandó vagy tanulni, itt a lehetőséged most, egy kattintásra vagy tőle, akkor viszont találkozz velem. Szia!